Tavaly szeptemberben lépett hatályba az a kormányrendelet, ami lehetővé tette, hogy a több generációs családi házakban élők külön lakásonként számolják el a gázfogyasztásukat. Ezzel egy-egy ilyen közösség jóval több olcsó energiához juthat. A kezdeményezéshez Szekszárdon eddig 200-an próbáltak csatlakozni. Több mint 50 kérelmet viszont el kellett utasítani, mert nem feleltek meg az ingatlanok az elvárt követelményeknek. Most viszont könnyítést vezettek be, ezért érdemes újra átnézni a kiírást és adott esetben pályázni. Ilyen például az egyik, hogy nem kell ezeknek a lakásrendeltetési egységeknek külön bejárattal rendelkezniük. De ugyanilyen könnyítés, hogy például a műszaki megoszthatóságot sem kell vizsgálni, tehát hogyha az egyik lakásból átjárhatóság van a másikba, akár egy ajtóval, korábban ez is az elutasításnak az oka volt több esetben, most már ezt sem kell vizsgálni. Tehát jóval könnyebbek, lazábbak most már a feltételek. Érdemes tehát utána nézni a feltételeknek, majd Szekszárdi jegyzőjének címezve beadni a kérelmet. Új kérelmet kell beadni a jegyzőhöz, tehát a polgármesteri hivatalba. 8 napon belül a hivatal helyszíni szemle során meggyőződik a valóságban is a lakások állapotáról, körülményekről, és kiadja az igazolást, hogyha alkalmas. Szekszárdon tehát a korábbi tapasztalatok alapján a könnyítés legalább 50 családnak jelenthet komoly segítséget.